Már a burkolatot javítják a fedett uszoda előtt. Egy nagyobb beruházás második üteme zajlik az épületen a Modern Városok program részeként. Szeptember végére készül el ez a felújítás. Két részletből áll. Az első részlet egy olyan 80 millió forintnyi investíciót jelent, ez a közműcserét jelenti. Vízvezeték, termálvízvezeték, ipari vízvezeték cseréjét. Ezzel egy időben kiváltották a szennyvíz és a csapadékvíz elvezető rendszer csöveit és a villamos hálózatot is. Közben megkezdték az energetikai felújítást, ami további 180 millió forintba kerül majd. Ugye a napelemes rendszer az a tetőre kerül fölhelyezésre, tartószerkezetre. Ez egy napelemes kiserőmű, 110 kW-os teljesítménnyel. A hőszivattyúk azok pedig kültérben lesznek elhelyezve, ami levegővizes hőszivattyú, illetve vízvizes hőszivattyú berendezés. A vízvizes hőszivattyús berendezés az bent az épületben kerül elhelyezésre a hőközpontban. Az így megtermelt energiát a használati melegvízellátásra és az uszoda fűtésére használják majd, amivel várhatóan olcsóbb lesz az üzemeltetés is. A napelemes rendszer számításaink szerint éves szinten 100 ezer kilovattóra megtakarítást fog eredményezni a villamosenergia felhasználásunkon, míg a hőszivattyús rendszer tekintetében egy 80 ezer köbméteres földgáz megtakarítással kalkulálunk. Ez éves szinten mindösszesen egy körülbelül 10-12 millió forintos megtakarítást fog jelenteni. A felújítás részeként a bejáratot akadálymentessé tették, és elkezdték a sárkányos ivókút megtisztítását. A munkálatok alatt az uszoda zavartalanul üzemel.